az a megállapítás, amelyik szerint mi eszköz vagyunk valakinek a kezében, ez olyan mértékben sértő, hogy talán nem is nagyon igazán érdemel kommentárt, mert a kijelentés önmagát kommentározza. Ránk mondani ezt, akik az elmúlt 25 évben azt a poklot jártuk meg, amit megjártunk, azt gondolom, hogy olyan mértékben sértő, hogy többségi politikától ilyen jellegű bírálatokat és ilyen jellegű minősítéseket nem is szoktunk kapni. Másrésztről azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdasági magyar közösség, és azt gondolom, hogy a határon túli magyar közösség is egy fölnőtt politikai, politikailag fölnőtt közösség. Egészen biztos, hogy akkor, amikor szavazni fog, és sokan fognak szavazni, nem a demokratikus koalíció és nem Gyurcsány Ferencre fog szavazni. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy se most, se pedig belátható időn belül, ameddig ilyen álláspontokat képvisel, ne legyen döntéshozatali pozícióban a magyar parlamentben.